Több mint 2500 gyermek nevezett az idei adventi épületfestő gyerekrajzpályázatra. A zsűri előválogatása alapján megszületett a döntés, hogy kik kerülhetnek idén a döntőbe. A következő hetekben szebbnél szebb fényfestő alkotások varázsolnak meghitt hangulatot a pécsi Széchenyi térre. A legjobbak ugyanis a Dzsámi homlokzatán láthatók, és idén is kíváncsiak a közönség véleményére. Ma elindult a közönségszavazás is, egészen december 19-én déli 12 óráig lehet szavazni az adventpecs.hu per rajzpályázat honlapon keresztül, és a zsűri is ki fogja választani a korcsoportonkénti győzteseket, melléjük jönnek a közönségdíjasok. A szakmai zsűriben egyébként 5-en értékelték a gyerekek munkáját, akik mind a művészet különböző területeiről érkeztek. Korcsoportonként ABC sorrendben vetítik ki a rajzokat. Az adventi hétvégéken 16 óra 30 perctől 19 óra 30 percig láthatók az alkotások. A győztes alkotásokat december 21-én este lehet megnézni a Dzsámin, de azért, hogy senki se bánkodjon, december 22-én minden döntőbe jutott, a versenykírásnak megfelelő alkotást lehet majd látni, és ezeket digitalizáljuk is, úgyhogy a honlapról is letölthetők lesznek. A pályázatra 4-től 15 éves korig nevezhettek a gyerekek, akiknek egy hónap állt rendelkezésre. Ez idő alatt a Dzsámi mintasablonját színezhették ki, minél hangulatosabb, szebb alkotásokat létrehozva, melyek illeszkednek az ünnep és a hely szellemiségéhez.